magának itt nincs helye, szerintem a nácik menjenek haza. Menjenek haza, nem. Én nem vagyok náci. Nácik haza! Tandi ellen tüntetnek, de többen jó, ugye... Jó, kérdezne meg, én most nem nyilatkozok. Én már nem vagyok diák, hogy hitelesebben tudják. Mondom, nem nyilatkozok. Hát úgy tűnik, hogy a médiának megvan az a hatása, hogy néhány gyűlölködő személy, ilyenkor is, amikor a Tandi ellen tüntetünk, ilyenkor is valamiféle náci veszélyt vizionál. Hát sajnálom, hogy a médiának ilyen széles körben hatása van, de hát ha azt mondjuk, hogy advent első vasárnapjához nem illett ez a gondolat, akkor talán elmondhatjuk, hogy mai naphoz sem. Nem szeretnénk, hogyha a Jobbik tőkét tudna kovácsolni abból, hogy mi hallgatók a Tandi ellen tüntetünk. Ehhez nekik semmi közük, rá akarnak telepedni a mi tüntetésünkre, hogy politikai tőkéjük legyen belőle. De hát, hogyha politikai nem támogatják a Tandi emelését, akkor ha megjelennek, azzal problémát okoznak? Igen, problémát okoznak, mert nem kérünk belőlük, világosan lehet hallani. Főleg az elmúlt hetek eseményei után, amikor listázni akarták a parlamentben a zsidókat, egyéb kisebbségeket rendszeresen támadnak, megfélemlítenek, ezek után nincs helyük egy demokratikus tüntetésen. Itt ugye a kettős állampolgároknak, a kormány és országgyűlési képviselőknek ugye a listázásáról lett volna szó. Egyébként Amerikában, Izraelben és több európai országban is megvan ez. Magyarországon ez elfogadhatatlan egyébként, hogy bármilyen fajta ilyen úgynevezett nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megcsinálják ezt a fajta nyilvántartást? Bocsánat, a parlamenti felszólalás az nem a kettős állampolgárokról szólt, hanem szó szerint a jobbikos képviselő zsidókat említett, nem izraeli kettős állampolgárokat. Később elnézésként azt hiszem is volt egy helyreigazítás is, az már nem számít ilyenkor? Nem számít természetesen. Én egy kicsit szűklátókörűnek látom azokat az embereket, akik ebbe is a pártpolitikát keresik és próbálnak minden belekötni. Itt most egy olyan dologról van szó, ami pártok felett álló. Fontos a diákságnak milyen párt szimpátiája van, vagy bármilyen, aki csatlakozik ez a tüntetéshez, vagy a Tandi most az elsődleges? Természetesen a Tandi az elsődleges, és a diákoknak a jövője. Az, hogy milyen párt csatlakozik, az, hogyha háttérben maradnak, és nem próbálnak ebből nyereséget szerezni maguknak, akkor szerintem nem kell mindenképpen elítélni, de ez tulajdonképpen a diákságról szól, és a társadalom jövőjéről ilyen folytán. Például itt láttunk együtt 2014-es pólóba fiatalokat, és ők mellett a Gyurcsány például szimpatizál velük, és a Bajnai Gordon is, akik ezelőtt tönkretették a mi országunkat, és nem véletlenül tartunk most itt. Szerintem minden, a legfontosabb az, hogy minden ellenzéki hang, és minden olyan hang, ami adott esetben még a többség irányvonalától el is tér, az mindenféleképpen kapjon magának szócsövet. Tehát teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. A lényeg, hogy ezek a hangok összejönnek, és hogyha elegen összejönnek, akkor ez fel fog erősödni olyannyira, hogy szépen lassan. Ezek jelzések a rendszernek, akármelyik rendszernek tulajdonképpen. Ez a tüntetés lényege szerintem.